nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Ragoncs Erita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Belvíz, a lehulló csapadék mennyisége okoz gondokat Tolna vármegyében. Átadó ünnepség felújított egészségügyi intézmény Dombóváron. Karácsonyváró ünnepséget tartottak, szívvel, lélekkel készültek a gondozók és gondozottjaik. Díjátadó Bonyhádon elismerték az év legjobb sportolóit. Tolna vármegye tájain egyre jobban nő a belvízzel elöntött területek nagysága. A talaj felső fél méteres rétege sokfelé telített. Az elmúlt egy hónapban több helyen akár 50-80 mm-nél több csapadék esett az ilyenkorát szokásosnál. A vetések számára kedvező volt a hosszú ősz, amelyhez főleg október második felétől kiadós csapadék is párosult. A sok eső helyenként már megállt a földeken. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az idei esztendőben lehullott csapadék mennyisége már november végén több volt, mint a sok éves átlag. Hozzátették, fel kell készülni a jövő szélsőségesen száraz időszakaira is, ezért fontos az őszi-téli csapadék mennyiség egy részét helyben tartani. A vízügy álláspontja szerint a legnagyobb és legjobb víztározó a talaj, ezért a belvizet nem vezetik el azonnal a területekről, hanem időt hagynak a természetes beszivárgásra. Kocsis János, bátai családi gazda elmondása szerint a vízzel telítettség miatt tömörödött talaj keletkezik, ez a jövő évben befolyásolhatja az átlagtermést. Annyit látunk, hogy körülötte, vagy hogy meddig van fizikailag víz a talaj felszínen, nem látjuk azt, hogy hol lehet kikerülni, hogy meddig van fölázva, mert lehet, hogy 50 méterre arrébb, még hogyha bemennénk mondjuk most személyautóval, lehet, hogy úgy kéne kiásni markolva. Nem lehet tudni, hogy hol a széle a vízzel telített sávoknak, mert ahol megáll, ott valószínű, hogy az a rész az egy 20-30 centivel laposabb, mint a körülött a felső rész. De valószínű, hogy például itt ezen a területen, tőle egy 50 méterig még meg se lehet közelíteni. Szerintem gyalogosan se. A gazda szerint a belvíz elleni védekezés alapvetően a vízügy feladata. Elmondta, sokat segítene az is, ha a gazdálkodók saját területeiken karban tartanák az árkokat, ezzel is hozzájárulva a víz lefolyásához. Sok helyen a nyári időszakban, meg amikor aszály van, mint az elmúlt két évben, hogy szárasság van, ezeket a belvizes szituációkat elfelejtik, és sok esetben előfordul az, hogy mondjuk egy munkát végző munkagépnek a szélső tagjai, azok az árok szelvény fölött mennek, tehát nem hagynak el semennyi felületet, hanem inkább még beledobatják a földet az ároknak a szelvényébe, ezzel is akadályt képezve az esetleges lefolyó víznek. Kocsis János hozzátette, a talajművelés is összefügg a belvizek megjelenésével, ennek érdekében korszerűsíteni kell az eszközöket, például az ekeparkokat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a termőföldeket érintő helyzetről folyamatosan egyeztetnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakembereivel. Egészségügyi intézményt adtak át Dombóváron a Szabadság utcában. A városi és vármegyei vezetők, valamint a térségi polgármesterek jelenlétében Pintér Szilárd polgármester köszönte meg a kivitelezőnek és a szakembereknek a munkát. Fehérváli Tamás, a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke osztotta meg gondolatait. Dr. Alacsony Mária csecsemő és gyermekszakorvossal és dr. Keller Margit fogszakorvossal együtt vágták át a nemzeti színű szalagot a projekt átadó ünnepségen. Csodálatosra sikeredett ez az átadás is maga, és az épület felújítása is úgy nézem, hogy elérte a célját. Különös tekintette, hogy ugye én is dombóvári vagyok, és egyszer-kétszer megfordulok itt azért egészségügyi okokból. Azt gondolom, hogy ez egy fontos területe volt a területi operatív programnak, hogy ilyenre biztosította az állam forrást, hogy ezeket a létesítményeket föl lehessen újítani, korszerűsíteni lehessen. Két ütemben közel 345 millió forintot forrásból teljes megújuláson ment keresztül a város második legnagyobb járóbetegellátó intézménye. Van végre sikerült a felújított orvosi épületet átadni, és elkészült az épület. Ez az épület már nagyon régeség rászorult egy átfogó felújításra. Ezelőtt három éven volt lehetőségünk pályázni, sajnos az első lehetőség csak a
egyharmadára volt elegendő, így kétharmadára újból kellett pályáznunk, és gyakorlatilag két ütemben sikerült felújítanunk kívülbelülről ezt az épületet. Modern környezetben látják el a betegeket, a rendelőben decembertől. Az épület funkcióját is újra gondolták, jelenleg három részre osztva, külön egységekben dolgozik, a gyermekszakorvos két védőnővel, a két házi orvos és a fogorvosok. Sokkal szebb, sokkal tisztább, kár, hogy nem 20 évvel ezelőtt történt, hogy átadták felújítva. A külső hőszigetelés, a nyillázárok cseréje, a fűtés korszerűsítése és az épület akadálymentesítése is elkészült. A mai elvárásoknak és technikai követelménynek megfelelő közszolgálati intézményt hoztak létre. Egy nyílt közbeszerzés volt, ami két ütemre volt osztva. Mind a két ütem tekintetében hála Istennek mi voltunk a nyertes kivitelezők, ez egyben nekünk a kivitelezés során is nagyban megkönnyítette az organizációt, mert másik cég után ugye sokkal nehezebb lett volna utána dolgozni. A megújult rendelő hosszú évtizedekig lehetővé teszi sok beteg színvonalas ellátását. Korábban érkeznek a januárban esedékes családtámogatási ellátások, közölte Facebook oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes azt írta, hogy a decemberi családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is még a karácsonyi ünnepek előtt megérkezik az arra jogosultak bankszámlájára, illetve lakcímére. A családtámogatási ellátások előrehozott utalása idén több mint 1,1 millió családot érint, jegyezte meg az államtitkár. Engedély nélkül végzett autóbontást és illegális szoftverekkel is dolgozott egy szekszárdi autószerelő műhely. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai leplezték le a jogellenes tevékenységet. A műhelyben polcokra halmozva különböző típusú bontott autóalkatrészeket és a szétszereléshez szükséges eszközöket is találtak. A laptopon illegális szoftverek voltak, és egy hamis autódiagnosztikai eszköz is előkerült. Az ellenőrzés idején éppen autójavítást végző alkalmazott úgy nyilatkozott, hogy a bontásra ítélt autók külföldről érkeztek, a különböző hibakód olvasó szoftvereket pedig a saját járműveik javításánál használták. A pénzügyőrök az illegális termékeket lefoglalták, és szerzői, valamint iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmények miatt eljárást indítottak. Hagyományosan idén is megszervezték ünnepélyes keretek között a karácsonyi ünnepséget a gondozási központ lakóinak. A szépkorúak színvonalas műsorral és versekkel viszonozták mindezt. Az eseményen részt vett Bonyhád város polgármestere Filóni Ferenc Ibolya is. A családias eseményen kiosztásra került az Anikó díj is. Az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra karácsony. Karácsonyi ünnepséget tartottak a gondozási központ ellátottainak, ahol a szépkorúak műsorral és versekkel készültek a családias hangulatú rendezvényen. Sebessén Orsolya intézményvezető hozzátette, az év során rengeteg élményt gyűjtöttek, amire szívesen emlékeznek az évvégi összegzés során. Amikor számba vesszük, hogy mi történik egy évben, egy lezárást követően, akkor szembesülünk azzal, hogy nagyon sok programunk volt, nagyon sok rendezvényünk, nagyon sok főzés, sütés, együtt gondolkodás, ötletelés, a jó dolgoktól a kellemetlen dolgokig is, mert ugye sajnos ebben a korban a halálozási ráta azért már magasabb, és azt nagyon nehezen tudjuk mi is elfogadni, de ilyenkor csak a jóra szeretnénk emlékezni, azt a sok programot, amit együtt a kollégáimmal közösen meg tudtunk valósítani. Az adventi várakozásnak fontos szerepe van az intézményben, ahol a szakemberek jelenleg 16 főről gondoskodnak. Láthattuk az időseknek a boldog arcát, hogy felszabadultak, hogy fiatalnak érzik magukat, és nem a napi problémáikról beszélnek, hanem az aktuális programról. Ezért kell, és ezért csináljuk ezt, amit teszünk. Ez egy nagyon jó érzés nekünk adni. Sokkal jobb így szeretetet adni, programot adni, mint tárgyi eszközt, mert az eltűnik, eldugják, nincs olyan varázsa, mint egy-egy megélt, közösen megélt emléknek. Filóné Ferenc Ibolya polgármester idén is ellátogatott a rendezvényre, ezzel is jelezve, hogy az ellátottak nincsenek egyedül. Mindig nagy örömmel fogadom el a gondozási központ évzáró karácsonyi ünnepségének a meghívását, mert ebben a rohanó világban, ami pont nem arról szól, amiről kellene az adventi időszak,
egy polgármester legkevésbé teheti meg azt, hogy elcsendesül, nagyon sok program van, nagyon sok esemény, amin részt kell venni, amin hely kell állni, és miközben minden napokon dolgozunk a hivatalba, nagy számos feladat van, amit ilyenkor is el kell végezni. De ez az az ünnepség, amikor egy picit van arra idő, hogy az ember lecsendesedik, odafigyel a másikra, az idősekkel együtt lenni mindig nagyon jó. A szép hagyományt folytatva a Bonyhádi Gondozási Központ karácsonyi ünnepségén adta át az Amrány család az Anikó díjat, amivel 2018 óta az év szociális gondozójának és ápolójának mondanak köszönetet. Idén Korondi Csabáné részesült az elismerésben. Én nagyon szeretem ezt a szakmát, szeretek az idősekkel foglalkozni, és hát segíteni szeretek rajtuk. Valakinek csak lelki gondjai vannak, valakinek mentális, fizikai, tehát itt minden nap más, és minden idős más. Kiemelt figyelmet fordítanak a szépkorúak testi és lelki egészségére, amit változatos programokkal biztosítanak. A jó hangulatú esemény egy finom ebéddel zárult. Családi veszekedésről érkezett bejelentés egy Tolna vármegyei faluból, Szárazdról. Egy 81 éves nő kérte a rendőrök segítségét, mert fiával a házi munka miatt összevitatkoztak. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kollégái a bejelentés után mindkét féllel beszéltek, azonban a 81 éves asszony fia továbbra sem volt hajlandó segíteni édesanyjának. Ekkor Juhász Attila rendőrfőtörzsőrmester és Gombkötő Roland rendőrőrmester közösen eldöntötték, hogy segítenek a tüzelő felaprításában és behordásában. Tizenkét pontos előnyt szerzett a spanyol csapat a TAR KSC Szekszárd kosárlabda csapat ellen az Európa Kupa rájátszásában. Az egésznapos esőzéstől beázó Szekszárd városi sportcsarnok miatt 2 órás csúszással kezdődött a találkozó. A vendégeket nem zavarták meg a körülmények és eredményes harmadik negyedbeli játékukkal. 77-89-re behúzták az első mérkőzést. A visszavágót jövő szerdán Spanyolországban rendezik. Kiosztották az év sportolója díjakat Bonyhádon, elismerésben részesültek több sportágban is, mint például atlétika, karate, strandröplabda, úszás. A címeket és okleveleket a város polgármestere Filóné Ferenc Ibolya adta át. Versenyzőkkel és edzőkkel telt meg a Bonyhádi Városháza díszterme. Ezen a napon díjazták a kiemelkedő teljesítményt elért sportolókat. Több éves múltra tekint vissza ez a hagyomány, miszerint a Völcsék fővárosában működő egyesületeknek és kiemelkedő sikereket elért aktív diákoknak adják át a kitüntetéseket. Jó érzést látni és büszkeséggel tölt, tehát szerintem minden bonyhádit, amikor látja a közösségi oldalakon, vagy akár a város honlapján és a város oldalain azokat a híreket, amikor egy-egy sportoló vagy egy-egy csapat bonyhád felirattal, pólóval, zászlóval, vagy konkrétan bonyhádi címere zászlóval valahol a világban, vagy akár Európa bármelyik országában részt vesz egy versenyen, és ott minket, a bonyhádiakat képvisel. Az önkormányzat intézményi szinten is foglalkozik a sporttal. Létesítményeket biztosít számokra a helyi csarnokokkal és pályákkal, valamint ezek üzemeltetésével és karbantartásával. Azt gondolom, hogy szégyenkezésre nincs sokunk, az eddigiekben is nagyon jelentős mértékű támogatásban részesülhettek ezek a sportegyesületek, és bízom benne, látva már itt vagyunk az év végén, hogy hogyan fogunk fordulni a következő évre, milyen tartalékaink vannak, hogy jövőre sem lesz akadálya a város önkormányzati támogatásának, a sportegyesületek működésének, tehát bízom benne, hogy a jövő évi költségvetésben legalább olyan mértékű finanszírozásban tudjuk részesíteni az itt működő sportegyesületeket. A 10. osztályos Gál Emília nem csak a tanulásban jeleskedik, hanem a strandröplabdában is bajnoki eredményeket érte. Edzések után van időm tanulni, de mivel így a röplabda így nagyon feldobja a napomat, ezért nekem ez itt teljesen megéri. Országos bajnoki címet ért el karate sportágban Nyitrai Noel. Következetes edzésterv alapján készült fel a versenyre. A reményteli, kemény munka árán elérte azt a célt, amit kitűzött magának. Diákolimpiai bajnok vagyok, sokszoros országos bajnok, de a diákolimpiai bajnoki helyezésemre vagyok a legbüszkébb. 2023-ban összesen 21 egyéni sportolót és 4 csapatot díjaztak. Regionális híreink következnek. Záporoztak a pofonok Komlón, a biztonsági őr és a vendégek verekedtek, vádat emelt az ügyészség.
Óriás torta, 100 szelet jótékonyság. Áldozatot követelt a szénmonoxid Pécsen, a megelőzésre hívja fel a figyelmet a szakember. Csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés miatt emelt vádat egy komlói szórakozóhelyen verekedő férfiak ellen a komlói járási ügyészség. Zárórakor kerültek nézeteltérésbe a vendégek a biztonsági őrrel. Ebből indult a végül verekedésig fajuló eset, aminek egy súlyos sérültje is volt ez év februárjában. Verekedés egy komlói szórakozó helyen. A biztonsági kamera rögzítette ezt a felvételt még idén februárban. A komlói járási ügyészség most emelt vádat az ügyben. A vádirat szerint az egyik vádlott biztonsági őrként dolgozott azon a komlói szórakozó helyen, ahol a másik két vádlott egy 2023. februári napon vendégként tartózkodott. A biztonsági őr hajnalban felszólította a fiatalabb vendégvádlottat, hogy hagyja el a szórakozó helyet, mert hamarosan bezárnak. Ez durva hangnemben tette, amire a felszólított férfi trágár szavakkal válaszolt. Ezután egy szóváltás, majd dulakodás, verekedés alakult ki köztük. A harmadik vádlott és egy másik vendég a dulakodók közé állt, hogy szétválasszák őket. A biztonsági őr azonban arrébb lökte a közbeavatkozó szemét, majd megragadta a fiatalabb vádlott ruháját, és őt kivonszolta a szórakozó helyről. A férfi ellenkezett, amire a biztonsági őr elengedte, majd meglökte és ököllel megütötte őt. Az ütéstől a férfi földre esett. A biztonsági őr átlépte, majd ököllel megütött egy másik vendéget is, amitől ő is a földre esett. A földön fekvő vádlotthoz odalépett egy ismerőse, hogy ellenőrizze az állapotát. Ekkor a biztonsági őr ezt a vádlott ismerősét, a sértettet is ököllel arcon ütötte. A sértett ettől a bántalmazástól súlyos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ütéstől a férfi 3 foga kitört, az ajka megzúzódott. A harmadik vádlott ekkor minden előzmény nélkül egy másik vendéget 2-szer ököllel arcon ütött. A csoportosan elkövetett garázdaság büntettének a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Ezzel a bűncselekménnyel vádolja a komlói járási ügyészség mindhárom férfit. Ezen túlmenően a biztonsági őrt súlyos testi sértés büntettével is vádolja az ügyészség. Az ő vonatkozásában az irányadó büntetési tétel keret felső határa a halmazati szabályokra figyelemmel 4,5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség indítványában a biztonsági őrre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kéri, míg a másik két vádlott esetében pénzbüntetésre tesznek javaslatot. Azonban a tényleges büntetésről a bíróság fog majd dönteni. 400 000 forintért kelt el egy óriás torta, amelyet az egyik kaposvári pékség árverezett el. Összesen 8, köztük egy 100 szeletes tortára licitálhattak a vendégek. Az árverésen összesen 2.650.000 forint gyűlt össze a Borostyán Virág Alapítvány számára. 10 évvel ezelőtt, 2013-ban volt az első tortaelvérésünk, ugye a 2020-as évet kellett kihagynunk a Covid miatt, hiszen nem gyűlhettünk össze így 30-40-en. Akkor az volt az alapvető indítatásunk, hogy nagyon sokszor kerestek meg minket különböző alapítványok, iskolák, óvodák és egyéb civil szervezetek, hogy valamivel támogassuk őket, és arra gondoltunk, hogy mennyivel klasszabb lenne, hogyha egy nagy cél tudnánk megvalósítani akár egy ilyen városi, megyei összefogással, és így indult valójában ez a tortaelverés, és ami azóta rendületlenül is tart. Egy picivel kevesebb tortával indultunk, az anekdoták szerint 6-tal, de még az adminisztrációnk nem volt annyira erős akkor, úgyhogy ebben nem vagyok benne biztos, de úgy tudom, hogy 6-tal indultunk. Ami sokkal érdekesebb, hogy a licitáló cégek száma, illetve a mondjuk azt, hogy a barátaink, vendégeink köre az, ami viszonylag dinamikusan nő, és nem arról van szó, hogy egyre több és több cég van jelen, hanem van egy pici cserélődés, pici változás benne, viszont az összegek, a felajánlott összegek azok szépen nőnek, abban van egy nagyon szép dinamizmus. Az első tortára is 800 000 forint volt, amit alapítványoknak oda tudtunk adni, és a tavalyi évben ez 3,5 millió forint volt, az mondjuk egy extrém magas év volt. Fontosnak tartjuk a társadalmi szerepvállalás, hogy mindig ne csak kapjunk, hanem adjunk is, és az a jól eső érzés. És minden évben, itt december elején mindig eljövünk, és szeretnünk adni a rászorulóknak.
Hát egy óriási a verseny és óriási a licitálás, és nem szeretnénk lemaradni. Hát voltak olyan évek, hogy több mint 300 ezer forint volt egy torta. Lában egy 100 szeletes tortákra szoktunk licitálni, de volt még a 75 szeletes vittünk el. Volt arra példa, hogy a Kométa dolgozóknak szétosztottuk, illetőleg közösen fogyasztottuk el, de arra is volt példa, hogy az elmúlt két évben, hogy arra rászoruló szervezetek felajánlottuk a tortát. Jelenleg 10 család lakik az intézménybe, és várjuk a hozzánk érkezőket, már úton vannak a következő családok, 12 család fér az intézményünkben. Nagyon örültünk, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk, hisz az alapítványnak az ilyen jellegű támogatások mindig nagy segítséget nyújtanak. A terveink szerint az intézmény fürdő felújítására fogjuk fordítani az összeget, amellyel szeretnénk a lakók számára egy jobb minőségű lakókörnyezetet teremteni. Folyamatosak igen, és nagyon fontosak, hiszen amellett, hogy az alapítvány működését nagyban segítik, ezek azok az összegek, amiből a lakók számára olyan szolgáltatásokat tudunk teremteni, amivel könnyítjük a hétköznapjaikat, illetve nyilvánvalóan a karácsony közelettével és a Mikulás elmúltával sok-sok olyan ajándékot kaptak a gyerekek, amelyeknek nagyon örültek, és amelyeket nem biztos, hogy otthon megkaptak volna, úgyhogy így a mosolygó gyermekarcok azok mindig nagyon sok erőt adnak. Halálos szénmonoxid mérgezés történt Pécsen, ahol egy gázpalackkal működő kályha miatt telítődött a lakás levegője a gyilkos vegyülettel. Az eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet a szakértő, hogy kellő UV-intézkedéssel meg lehet előzni a tragédiákat. A katasztrófa védelmi igazgatóság oldalán pedig olyan szénmonoxid jelző készülék lista található, amelyen kiválaszthatják a megfelelő eszközt a lakás tulajdonosok. Halálos szénmonoxid mérgezés történt Pécsen, mondta a katasztrófa védelem szóvivője stábunknak. Kedden reggel 8 órakor érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, hogy Pécsett a Nagyszkókói úton egy családi házban egy elhunyt embert találtak. A pécsi hivatásos tűzoltók, illetve a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat vonult a helyszínre, ahol egy lakásnak kialakított melléképületben egy idős nőt találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. Az egyik helységben egy gázpalackról működtetett kályha üzemelt, melynek a levegő utánpótlása nem volt biztosítva, emiatt alakult ki a szénmonoxid az ingatlanban, és emiatt következett be a tragédia. Ezért kell mindent megtenni, hogy ne növekedjen veszélyes szintre a szintelen, szaktalan szénmonoxid a lakások levegőjében. A katasztrófa védelem több kisfilmet is készített, amikben a veszélyre hívja fel a figyelmet. Szénmonoxid ott alakulhat ki, ahol nyílt égésterű eszközök működnek, fűtőberendezések, vízmelegítők. Ezek az otthonunk levegőjét használják és elhasználják az oxigént. Tehát, hogyha nem biztosított a levegő utánpótlás, akkor szénmonoxid alakul ki, ami rendkívül veszélyes, akár halált is okozhat. Nem elegendő, hogyha csak néha kinyitjuk az ablakunkat, folyamatos oxigén utánpótlás, levegő utánpótlás szükséges. Ezt szellőző résekkel kell megoldani. A szellőző rések kialakítása mellett szénmonoxid érzékelőt is telepítettünk a lakásunkba. Hogy teljes biztonságban tudjuk az otthonunkat, érdemes szénmonoxid érzékelőt beszerezni. Ezeknek az érzékelőknek a pozitív, illetve negatív listáját, tehát hogy melyik azok az eszközök, amik megbízhatók, ezt a katasztrófavédelem honlapján elérjük. Külön listában az érzékelő fényképével lehet beazonosítani azokat a termékeket, amelyek a hatóság értékelése szerint megfelelőek. Egy másik listában pedig, szintén fotóval ellátva, azok a készülékek vannak összegyűjtve, amelyek nem megfelelőek a riasztásra a katasztrófa védők szerint. Ezeket az ajánlásokat érdemes mindenkinek átnéznie, mielőtt szénmonoxid érzékelőt telepít a lakásába, mondja a szakember. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Belvíz, a lehulló csapadék mennyisége okoz gondokat Tolna vármegyében. Átadó ünnepség felújított egészségügyi intézmény Dombóváron. Karácsonyváró ünnepséget tartottak, szívvel, lélekkel készültek a gondozók és gondozottjaik. Díjátadó Bonyhádon elismerték az év legjobb sportolóit. Pénteken a Dunántúlon szeles, napos a Duna-Tisza közén és a Duna vonalában szél csendesebb, változóan felhős, napos idő lesz jellemző, kissé csökken a hőmérséklet.
Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!